Szeretettel köszöntünk a Matthias Corvinus Kollégium Karrier Központjának podcast csatornáján, ahol értékes és érdekes beszélgetések hangzanak el. Társalgások az aktuális intézményi életről a múltat felidézve és a jövőbe tekintve. Hasznos információk, érdekfeszítő témák, beszámolók mindazoknak, akik az MCC kötelékében tanulnak vagy tanultak, és azoknak is, akik most fontolgatják, hogy csatlakoznak Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményéhez. Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat itt a Karrier Út podcastnak a következő adásában. Jó magam, Flick Péter vagyok a Karrier Központnak a munkatársa, és itt a mikrofon túloldalán velem szembe Fekete Sándor ül, az MCC Vita Akadémia oktatója, trénere. Köszöntelek, Sándor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. Első kérdésként azt szeretném kérdezni, hogy hogy kerültél ide, milyen szakmai életutad jártál be, és hogy számodra miért fontos ez a témakör, ami ugye a címből látható. Én Miskolc életemen tanítottam politikatudományt, és a politikatudományon belül politikai kommunikációs tárgyakat elsősorban, és ennek kapcsán a Miskolci MCC központban kaptam egy felkérést arra, hogy tanítsak logika és érvelés technika című tantárgyat, ez nekem nagyon megtetszett, mert lényegében ugyanazt taníthattam majdnem, mint az egyetemen, viszont egy picit a saját képemre formálhattam ezt a témakört és ezt a kurzust, tehát kevésbé volt kötött az, hogy miről is kell nekem beszélni az MCC keretein belül. És hát olyan jól alakult ez a, ez a, tanítás, hogy végül felkérést kaptam arra, hogy a Vita Akadémia tagja legyek. Ez egyébként ebben az évben történt meg, tehát ez év elejétől vagyok teljes körű MCC-s alkalmazott. És hát azért szeretem nagyon egyébként ezt, a, ezt az egész oktatást, mert olyan válogatott hallgatókkal dolgozhatok együtt, akikkel azért az egyetemen nem mindig van lehetőségem. És látom a különbséget mondjuk egy egyetemi és egy MCC-s kurzus között. Nem is a, az adó oldal részéről, hiszen az ugyanaz vagyok, hanem a befogadói oldal részéről. És hát meg kell mondanom, hogy, hogy sokkal pozitívabb tapasztalataim vannak a, az MCC-s hallgatók befogadói oldaláról. Tehát nagyon jó értő és nagyon jól gondolkodó embereket ismertem meg, akiknél én magam mi sokkal többet fejlődhetek, mint mondjuk az eddigi években. Azt talán így tudod, hogy a vitázás, vitakultúra a görögöktől ered, talán már annyira nem, hogy ez annó egy különálló tudományág volt. Tudnál abban irányutatást iránymutatást adni, hogy a vitázás, veszekedés, manipuláció között így van-e összefüggés, vagy ezek teljesen különböző dolgok? Hogy látod ezt így szakemberként? Hát ö, ö, nagyon nehéz. Ö, a... Azt mondani, hogy van összefüggés, főleg azért, mert azért mégiscsak pontosan arról szólna a történet, hogy ne veszekedni, hanem vitálni tanítsuk meg a, 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 a hallgatókat. Mégis természetesen a veszekedést, mint, mint vitaformát szokták többen is emlegetni, bár ugye a szakkönyvek ebből a szempontból eléggé eltérnek egymástól. Van olyan szakkönyv, amelyik azt mondja, hogy a veszekedés is egy típusú vita, tehát van egy olyan veszekedés típusú vita, ahol az érzelmek levezetése zajlik, tehát igazából érvek nem nagyon hangoznak el egy veszekedésben, ez gondolom mindenki számára elég egyértelmű, hogy nem az érvelésről szólnak elsősorban a veszekedések, hanem a, a minél hangosabb kiabálásról, a tányértörésről, vagy éppen, vagy éppen valami hasonlóról. Viszont az utóbbi időben egyre több olyan szakkönyvet látunk, amelyeknél már nem jelenik meg a, veszekedés külön vitatípusként, hanem egyszerűen ki is hagyják már a vitatípusok közül. Pontosan azért, mert ha csak érzelmet vezetünk le, akkor miért beszélnénk vitáról? Ugye a vitának pontosan az a lényege, hogy egyfajta racionális töltete kellene, hogy legyen, a racionális töltetnek is vannak ugye különböző fokozatai, egy tárgyalásban nincs olyan sok, hogy mondjam, tehát nem, nem maximalizált a szerepe mondjuk a racionalitásnak, de hát vannak olyan racionális viták, amelyek pontosan erre épülnek, hogy mennyire tudunk logikusan felépítve különböző érvrendszereket kialakítani. Hát a, a viták pontosan erről szólnak, és az dönti el a vitának a a, a viták lényege is erről szól, hogy mennyire logikus a felépített ö, érvrendszerünk, és hogy a végén ö, mennyire tudjuk ezt a felépített érvrendszert képviselni a vita során, nem hoznak-e minket zavarva például különböző kérdésekkel. Ö, tehát ez, ez, ez a vitának a, 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 az eszenciája. A manipulációt is említettem, ugye, ez is egy nagyon érdekes kérdés. Én ezt nagyon egyszerűen úgy tudnám összefoglalni, hogy a manipuláció az, amikor nem vagyok tisztában azzal, hogy engem befolyásolni akarnak. Tehát ha tisztában vagyok, és ez bizonyos intelligencia kérdése is, tehát például, hogyha ha a politikai manipulációról beszélhetünk, hiszen talán ezzel találkozunk ugye a legtöbbször, akkor azt tudom mondani, hogy politikai manipulációba vinni valakit, nem olyan egyszerű, hogyha megvan a politikai intelligenciája. Tehát, abban a, tehát azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert ez egy kétoldalú dolog. Attól, hogy én téged manipulálni szeretnélek, az egyáltalán nem biztos, hogy sikerülni fog, ha te kellő... Tehát kell egy befogadó Ha kell, közel. így van, így van. Ha. Tehát hogyha van benned egy, egy politikai intelligencia szint, ha tisztában vagy bizonyos tényekkel, akkor nem tudlak téged, téged manipulálni, bármennyire vagyok én menő manipulátor, Míg ugye van az a réteg, van az a társadalmi réteg, amelynél pedig borzasztóan könnyű a manipuláció, pontosan azért, mert nem tájékozott mondjuk a közéletben, vagy nincs megfelelő politikai intelligencia szintje, hogy így fogalmazzak, velük sokkal egyszerűbb ilyen szempontból ez a fajta befolyásolás. Tehát a manipuláció az az a befolyásolási forma, amelynél nem vagyok tisztában azzal, hogy engem befolyásolni szándékoznak. Tehát így lehetne talán a, a legegyszerűbben. Elhatárolni. Ugye itt a beszélgetésünk fókuszában az állásinterjú áll, és hogy aztán evidens, hogy időben odaérkezek, rendesen felöltözök, ápoltak a körmeim, a cipőm tiszta, ám még ezelőtt, a lépések előtt otthon van-e valamit tennivalom, vagy hogy tudok-e valamit tenni. Mindenféleképpen minden állásinterjú előtt én, én azt szoktam javasolni, hogy készüljön föl a delikvens arra, hogy hova készül. Itt ugye arra gondolok, hogy tudjuk azt, hogy milyen ez a cég, amelyik éppen behívott minket állásinterjúra. Remélhetőleg azért nagyjából sejtjük, hiszen nem véletlenül adtuk be ugye az önéletrajzunkat az adott céghez, viszont nem árt még jobban utána nézni. Tehát megnézni azt, hogy mondjuk körülbelül hány alkalmazottja van, mik a fő prioritásai a cégnek. Hát az internet világában borzasztóan könnyű azért, ha csak nem a nemzetbiztonsághoz jelentkezünk, mert akkor bajban vagyunk, mert ilyen szempontból ugye nem sok esélyünk van bármilyen információra de azért a cégek többségéről ö, látunk, főleg hát ugye, hogyha multihoz jelentkezünk, akkor egy multicégről azért nagyon sok információt ö, tudunk előzetesen beszerezni. Ez azért fontos, hogy amikor ott vagyunk az állásinterjún, akkor érezhető legyen, hogy mi foglalkoztunk ezzel, nekünk fontos ez, tehát ö, azt az érzetet kelthetjük az interjúztatóban, hogy időt szántunk arra, hogy megismerjük a céget, ugye más nem nagyon tudunk tenni egyébként ebben az időszakban, legalább ezt azért érdemes, hogy... Ö, hogy legyünk tisztában azzal, hogy, hogy mik a fő. Egyáltalán, ha multiról van szó, akkor hol van jelen az adott multi, mivel foglalkozik, mivel kíván foglalkozni a jövőben esetleg, hogyha van egy-egy ilyen. Internetes megjelenés. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami, ami szerintem alkalmas lehet arra, hogy elhitessük az interjúztatóval, hogy időt szántunk rá és foglalkoztunk ezzel a témakörrel. Ugye itt az utolsó mondataiban említetted azt, hogy elhitetem azt, hogy, hogy érdekel engem a cég, és így utána mentem. És hogy én azt gondolom azért is fontos utána nézni, mert utána emellett tudok érvelni. Legalábbis az én fejemben ez van. És ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy rengetegféle vita stratégia van, vagy ilyen vita fajta, és hogy az interjúra tudunk-e úgy tekinteni, vagy lehet-e úgy tekinteni, mint egy vita alkalom. Vannak ilyen -e sablonok, mit látsz ezzel kapcsolatban? Mindenféleképpen, ugye az előbb említettük, meg beszélgettünk arról, hogy a veszekedés az nem vita, ellenben a tárgyalás az egy, az egy, az egy jól fejlett vita típus, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a, a tárgyalás az egyik leggyakoribb vita forma, amivel találkozunk a mindennapi életben. Itt ne csak az állásinterjúra gondolj, hanem ha például elmegy használt autót venni, az is egy tárgyalás, tehát az is egy, az is egy vita végül is. Igen. É, hiszen nagy valószínűséggel nem fogsz egyetérteni az autókereskedővel abban, hogy mennyi annak az autónak a reális ára. A tárgyalás az egy, azért egy érdekes vitaforma, mert a tárgyalásban van két fél. Van A és B. A és B között van valamiféle hát nézett különbség, ugye azért vita formátum. A nézet különbség az abban nyilvánul meg, hogy mást gondol A és mást gondol B, visszatérve akkor a használt autóra, szerintem két millió, a kereskedő szerint két és fél millió. Ugye itt beindul a vita, a tárgyalás típusú vita, amelynek a lényege a kompromisszumkötés. Tehát az a kérdés, hogy el tudunk-e jutni akár, ahogy te is mondtad, ugye a saját érveink felhasználásával oda, hogy minél közelebb kerüljünk az eredeti célunkhoz. Ugye mi kettő millió körül szeretnénk adni ezért az autóért, a kereskedő két és felett szeretne kapni. A kérdés az, hogy tudunk-e olyan érveket felsorakoztatni, amelyek segítenek abban, hogy a saját céljainkhoz közelebb kerüljünk. Tehát pontosan erről szól ez a kompromisszum kötés, hogy a végén valahol meg kéne állnunk, és hogy valahol jó lenne. Mondjuk a példa például visszatérve az azért nem mindig 2 millió 250 lesz a vége, hiszen lehet, hogy nekem nagyon jó érveim vannak, ha van ott egy volt az egyik helyen, vagy éppen látom azt, hogy egy picit csöpög az olaj, és így tovább. Tehát ezek, ezek jó érvek lehetnek az én oldalamon. A kereskedők pedig azért kereskedők, mert nekik is vannak azért jól begyakorolt érveik, tehát ők is próbálják eladni a saját portékájukat. Ami nagyon érdekes, hogy sok esetben, ugye ez egy alkudozás egyébként, egy alkudozás a tárgyalása sokszor alkudozásról szól, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy mindkét fél egy picit szomorúan áll föl. P pontosan azért, mert nekem is volt egy ideális elképzelésem a két millióról, a kereskedőnek is volt a két és félről, és ha ez valahol a kettő között van, akkor úgy érezzük mind a ketten, hogy, hogy rosszabbul jártunk az eredetihez képest, pedig hát pontosan azt kéne előtérbe helyezni, hogy itt végül egy kompromisszumos megoldás született, és örüljünk annak, hogyha sikerült valahol a kettő között megállapodni. Akkor azt kimondhatjuk lényegében, hogy a vitának az a célja, hogy kompromisszumot kössünk, vagy, vagy pedig úgy is lehet értelmezni, hogy 100%-os győzelem, és letaroltam a, az autókereskedőt. Ez csak a tárgyalásra vonatkozik. Tehát a tárgyalás típusú vitában keressük a kompromisszumot, ugye az összes többi vita típusban azért győzni szeretnénk. Ugye, ugye most vannak ugye azok a vita típusok, amelyek akár, akár mondjuk a, a törvényszéki tárgyalás, ahol mondjuk képzelj egy bírósági tárgyalást, az mondjuk egy törvényszéki tárgyalás típusú vita, ott ugye egyértelmű, hogy győzni szeretnénk. Ott nagyon ritkán lehet kompromisszumot kötni abban, hogy akkor végül bűnös vagy nem bűnös valaki. Tehát ott, ott, ott győzni szeretnénk. És hát ugye a a, vita típusok, egyéb vita típusoknál is ugye azért az a cél, hogy a saját érvrendszerünk felhasználásával sikerüljön valamilyen előnyös helyzetbe kerülnünk. Szemben mondjuk a tárgyalásnál az az egyetlen olyan pont van, illetve a racionális vitában is az a célunk, hogy közelebb kerüljünk az igazság kiderítéséhez. Tehát a tárgyalásnál kompromisszumot szeretnénk kötni, a racionális vitában közelebb kerülni az igazsághoz, tehát hogy van mondjuk egy tételmondatunk, tehát teljesen mindegy, hogy mi a tételmondatunk, ugye az a kérdés a vita során, hogy ez a tét, vagy ehhez a tétel mondathoz közelebb kerülünk a vita végén, vagy nem. Vagy rájövünk arra, hogy, hogy mondjuk az ellenfél érvei jobbak voltak, és akkor lehet, hogy neki van igaza, feladunk egy picit a saját eredeti elveinkből. Én azt gondolom, hogy a tárgyalások a kompromisszumról szólnak, a racionális vita az igazságról szól, és az összes többi vita az pedig arról, hogy győzzünk, és hogy valamilyen előnyös helyzetbe kerüljünk. Tudnál ilyen technikákat mondani egy, egy konkrét állásinterjún, amik azt sugalják, hogy magabiztosak vagyunk, vagy hogy magabiztosabbak legyünk, és itt gondolok olyanokra, hogy a, az interjúztatónak vannak szófordulatai, és akkor ezt így az interjú kétharmadánál elkezdem beépíteni a, a saját gondolataimba, vagy ilyen tisztázó kérdéseket rakok föl. Tipikus kérdés az, hogy bejön a, az interjú alany, és hogy jó, köszönöm, hogy itt vagy, beszélj magadról. És hogy ilyenkor érdemes visszakérdezni, hogy oké, okay, de amúgy téged mi érdekel így a szívimen belül, mert hogy akkor az, arról szívesen beszélek, vannak ilyen technikák? Igen, amiket mondasz, ezek, ezek, mind, ezek, mindannyian, tehát amiket most kiemeltél mindkettő, egy picit a pszichologizálás irányába hat, tehát itt pszichikai, hát hogy mondjam, pszichikai hatást próbálok gyakorolni ugye az interjúztatóra. Tehát ezek a technikák, ezek mindenképpen hasznosak és alkalmazhatók. Itt az a kérdés, itt azért általában rutinos interjúztatókkal Jobb állok be, szemben. Igen. Akik nagy valószínűséggel jól ismerik ezeket a technikákat, tehát amiket mondasz technikák, azok sokkal könnyebben alkalmazhatók, kevésbé rutinos partnerrel, hiszen akik kevésbé rutinosak, ők nem nagyon tudnak ezekről a technikákról, és nem is tudnak úgy készülni. Pont szerintem az állásinterjú az egy olyan kivétel, ahol azért nehéz ezeket alkalmazni. Meg lehet próbálni természetesen, csak valószínűleg az interjúztató fejében is ott van az, hogy hoppá, próbálkozik a kis öreg, mit szeretne elérni, én tudom azt, hogy ő tudja, hogy én tudom, és akkor ugye ez, ez olyas, mint amikor a 11-esnél vajon jobbra vagy balra fog betűdni a kapus, én tudom, hogy ő egyébként jobbra szokott vetődni, tehát igen, akkor igen. arra fogom, tehát ez egy végtelen történet, hogyha lehet így fogalmazni. Sokkal fontosabbnak tartom egyébként, nagyon-nagyon fontos ez is természetesen, és meg lehet próbálni, de sokkal fontosabb az, hogy felkészüljünk azokra a kérdésekre, amik biztos, hogy el fognak hangozni. Ezt megteheted egy tükör előtt otthon. Azért érdemes a tükröt használni, mert látod a saját reakcióidat. Tehát a kommunikációs készségfejlesztésben is lehetőleg egy egész alakos tükör, de ugye egy interjú szituáció azért más, mert ott valószínűleg ülni fogsz. Úgyhogy itt most nem kell annyira egész alakos tükörben gondolkodni. De mik azok a kérdések, amik biztos, hogy el fognak hangozni? Az egyik az, hogy miért pályáztad meg ezt az állást? Miért akarsz ott dolgozni? Erre fel tudsz készülni. Tehát van arra lehetőség, hogy otthon begyakorolj egy jól kifejtett, logikus gondolatmenetet. Az is el fog hangozni, hogy mik az erősségeid és mik a gyengéid. Ugye ezek is már mondhatnám, hogy szinte minden, minden állásinterjún elhangoznak. Tehát azok a témák, vagy azok a kérdések, amelyek biztos, hogy elhangoznak, azokra lehet otthon kondicionálni magunkat. Úgyhogy ezt a lehető legrosszabb az, amikor úgy ülsz be egy állásinterjúra, hogy nem, nem, nem mondtad el előtte ez nem ciki. Egy tükörnek beszélni nem ciki, és nem ciki arra felkészülni, hogy ezekre a kérdésekre mit fogok mondani. Ezt ne úgy képzeljük el, hogy ez most kellemetlen, hogy jaj, hogy én milyen hülye vagyok, hogy én ezzel foglalkozom otthon. Dehogy. Ezek, ezek nagyon fontos témakörök, és nagyon jó, hogyha erre előre felkészülünk, és kész válaszunk van ezekre a tuti kérdésekre. Ez azért is jó, mert ez egy biztonságérzetet ad. Hó, tudtam, hogy ezt a kérdést fel fogja tenni, gondolom magamban, és már mondom is a sablon válaszomat. Biztos, hogy lesznek olyan kérdések, amikre nem készültem fel, tehát azért is jó, hogyha vannak olyanok, amikre van egy kész válaszom, és ezek a kész válaszok ezek, ezt a biztonságérzetet fogják növelni. Ideális esetben eljutunk el az interjúnak egy olyan pontjára, amikor a bérezésről kezdünk el tárgyalni lényegében, és hogy ezzel kapcsolatban például a kereskedelmi ágazatban vannak ilyen ősrégi trükkök, hogy a, az adott szám egy végződik. És hogy ez már annyira olcsó trükk, például egy állásinterjún, hogy ezt érdemes így, így bejátszani, vagy már így ránéz és, és tudja az interjúztató, hogy oké, okay, de hogy ez igazából manipuláció. Hát igen, amit mondasz szerintem nagyon igaz, mégpedig azért, mert más a kereskedelem és más egy bértárgyalás. Itt valóban arról van, az, az nagyon fontos, hogy, hogy mert sokan egyébként ezzel sincsenek tisztában, ugye főleg azért, mert vannak azok a, a álláspályázatok, amelyeknél nem szerepel az, hogy ad meg a bérigényedet. Ha szerepel ilyen, akkor ugye eleve fel kell tüntetned a bérigényt. Itt egy dolgot szeretnék csak kiemelni, ez egy gyakori hiba, amikor valaki egy intervallumot ad meg. Netto 400 és 450 között. Hát ez azért hülyeség, mert a HRS abban a pillanatban a kis csak 400-at 400 fogja látni, a 450-et már nem is látja, hiszen ugye bérigényként ez szerepel. Tehát egy fix összeget adjunk meg mindig. Legyen egy fix összeg. Én azt gondolom, hogy a netto a legegyszerűbb, tehát nem bruttóban gondolkodjunk, mondjuk azt, hogy netto ennyi, és akkor ez egy, ez egy, ez egy fix összeg. Tehát innen indulnék, hogy hogy legyen a, legyen a fejünkben egy fix összeg. A másik pedig, ugye, visszatérve hogy az eredeti ö, ö, kérdésedre, az nagyon rossz, hogyha ezzel kezdődik egy, bértárgyal, egy, egy, tá, egy bértárgyalás, hogy akkor mennyi az annyi. Még azért, mert megölheti a sót. E, és akkor a egy történet, túl mondunk így be, van történet számot mondom. Így van. Például, hogyha én túl nagy számot mondok be, vagy mondjuk az ajánlat az túl alacsony, és azt mondom, hogy hát köszönöm, akkor ennyi. És ez az azért probléma, és azért, jó, hogyha van beszélgetés. Tehát van egy hosszabb beszélgetés, aminek a végén jutunk el a konkrét bér igényig, mert nagyon sok olyan kiegészítő információ van, ami befolyásolhatja azt, hogy mi milyen bért is tartunk reálisnak. Ugye a bér, azt úgy, úgy nevezzük, hogy elsődleges valuta. Van azonban egy csomó szekunder vagy alternatív valuta. Itt most nem csak arra gondolok, hogy kafetéria, vagy kapok-e vállalati autót, vagy széges autót, vagy nem kapok. Kapok-e például lakbérhozzájárulást, hozzájárulást, egy úszodabérletet, egy kondi bérletet. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami befolyásolhatja azt, hogy ugye volt a fejemben egy szám, mondjuk én 500-at szeretnék nettóba hazavinni. Kiderül, hogy én kapok ezt, azt, amaszt, emeszt, és akkor már úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy 450-nel is megelégszem, mert annyi alternatív valutát kapok az én fix munkabérem mellé, amelyek, hogyha összeadom, akkor többre jönnek ki, mint ami az én eredeti elképzelésem volt. És ugye nem csak erről van szó, hanem például gondolja arra, hogy hol van a munkahely, hány percre van az én lakóhelyemtől lehet, hogy 20 ezer forintért nem érdemes másfél órás utat megtenni a városban, hogyha 5 percre a, lakó, 5 perccel a lakóhelyemtől van egy másik 20 ezerrel kevesebb. Na, és akkor mi van? De hát vagy, vagy éppen a munkakörülmények, mint olyan. Tehát vannak azok a munkahelyek, ahol lehetőség van rugalmas munkavégzésre. Van-e home office-ra lehetőség, és így tovább. A szabadság kérdése. Tehát ezek mind-mind olyan témakörök, Ja, meg hát a legfontosabbat nem is mondtam. Mi a meló? Tehát, hogy az is eldől ezen a tárgyaláson, hogy konkrétan mi a munkakör. Tehát arról én még ott tudok meg először. Pontosabb információkat, hogy mit is kell csinálnom. És ez is befolyásolhatja azt, ami előzetesen van a fejemben, hiszen nekem az, az előzetes elképzelésem az egy. Hát fogalmazunk úgy, hogy egy egy ilyen átlagos, a munkakörhöz kötődő témáról szólnak, de lehetséges, hogy kiderül ott a helyszínen, hogy teljesen más a az én munkaköröm, mint amit feltételeztem előzetesen. Ráadásul ugye, amikről eddig beszéltünk, ezek megint csak befolyásoló tényezők. Tehát ha ezek mind-mind megvannak, akkor érdemes rátérni arra, hogy akkor mennyi az annyi, és ha mennyi az annyi, akkor már az én fejemben is egy picit valószínűleg uh, alakult. Ha nem kapok semmit, akkor följebb megy egy picit az érték a fejemben, ha pedig nagyon sok mindent kapok, és nagyon sok kedvező dolgot kapok, akkor pedig lejjebb is jöhet ez a bizonyos bérigény előzeteshez képest. Ami a legfontosabb is, teljesen mindegy, hogy milyen ajánlatot kaptam, tehát teljesen mindegy, hogy hogy überszuper, vagy pedig nagyon-nagyon rossz ajánlat, teljesen mindegy mindenképpen kérjünk gondolkodási időt. Általában 24 óra az egy, az egy, reális, megszokott gondolkodási idő a különböző cégeknél. Egyre több az olyan bértárgyalás, amelynél azért több kör van, több különböző ajánlat, több különböző lehetőség, úgyhogy erre is készüljünk fel, hogy itt az időfaktor is fontos, szálljuk rá az időt, és ne sajnáljuk, hiszen akár évtizedekre meghatározza azt, hogy, hogy hol dolgozunk, vagy éppen mi dolgozunk a jövőben. Kicsit elhagyva az állásinterjút, ugye az emberek nem ciceróként születnek, és hogy az MCC Vita Akadémia miben tudja támogatni a, a delikvenseket, akár egy állásinterjúra való felkészülésben. És hogyha veszünk egy ilyen általános retorikai iskolát, vagy egy dialektikai iskolát, akkor az MCC Vita Akadémia mitől más, több, esetleg jobb? Egy, egy átlagos ö, ö, retorikai iskolában ö, nagyon... Eltolódik a hangsúly természetesen azért, mert retorikai iskola a retorika felé. A retorika az viszont elsősorban ö, olyan ö, verbális és nonverbális elemekről szól, amelyek ö, fogalmazunk úgy, hogy sokkal közelebb kerülünk ezáltal a manipulatív eszközökhöz. Nekünk nem a manipulatív eszközökön van a hangsúly, sőt, hát lényegében megemlítjük, hogy vannak ilyenek, hanem sokkal inkább a racionális érvelésen. Tehát a racionális érvelés magas iskolája az, amit az MCC Vit Akadémiája nyújtani tud. Ráadásul ugye van erre az említett képzésünkre ráépülő háromszintű képzés, tehát valaki végigjárhatja vitat Tréner, tehát ugye vitavezető lehet, mentor lehet, tehát hogy vannak olyan továbblépési lehetőségek, amelyek a folyamatos képzésnek következ, köszönhetően egyre magasabb szintű tudást is feltételeznek. És amit én nagyon fontosnak tartok, az az, hogy a, az MCC Vita Akadémiája az egyszerre szeretne elméleti, és gyakorlati tudást is átadni. Tehát nem csak arról van szó, hogy bele a fejedbe azt, hogy akkor mit mondtak a nagy rétorok, mert nem ez az elsőleges cél, hanem az a cél, rengeteget vitázunk például. Hát nincs olyan alkalom, amikor ne lenne legalább egy vita, és hát, mint ismered, van rengeteg különböző vita típus, hogy a különböző vita típusokat ismernek meg a, a hallgatóink, és ugye ez a gyakorlati tudás lesz az, ami szerintem ö, sokkal inkább hasznosítható a, a közéletben. És hát nagyon bízunk abban, pont ez a cél, és ugye erre is rákérdeztél, hogy akkor ez a bizonyos Kárpát-Medencei vitakultúra terjesztés, ez ennek következtében is egyre sikeresebb lesz, és egyre több rétűbb. Tehát most már azért próbálunk a KP alkalmakon is ott lenni, úgyhogy különböző vitaversenyeket szervezünk, már nem csak egyetemistáknak, hanem középiskolásoknak is, úgyhogy nyitunk, és, és próbáljuk egy picit ezt a vita kultúrát közelebb vinni az emberekhez. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy ajánlasz-e valamilyen irodalmat, hogy olvassunk Cicerót, Platón, Szokratészt, van valamilyen best of könyved. A Best of könyvet azt kell, hogy mondjam, hogy év végén szeretném majd ajánlani. Év végére szeretném ajánlani, még pedig azért, mert jelenleg készül egy kézikönyv, és ez egy MCC-s kiadású kézikönyv lesz, úgyhogy ha lehetek ennyire önző, akkor, akkor hadd mondjam azt, hogy várjon mindenki még 2022 végéig. Nagyon szeretnénk, hogyha elkészülne ez a kézikönyv, és az eddigieknek megfelelően ez egy nagy átfogó, praktikus információkat tart, kézikönyv lesz, tehát ha valaki leveszi, akkor nem a száraz elmélettel fog csak találkozni, lesz benne persze valamennyi elmélet, hát muszáj, de megpróbáljuk az elméletet is úgy megírni, hogy olvasmányos legyen és érdekes legyen, úgyhogy én ezt a kézikönyvet szeretném majd ajánlani mindenkinek, ami majd a mi MCC-s kiadású kézikönyvünk lesz, és remélhetőleg még egyszer mondom, 2022 végére már kézbe vehető. Köszönöm szépen, Sándor, hogy segítettél ebben a témában előre haladni, vagy tanácsokat adni, és bízom benne, hogy a hallgatóknak pedig tudtunk segítséget adni. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a Sziasztok. meghívást. Sziasztok. Sziasztok.